Könyvklub, bővített kiadás. A Harag és a büszkeség című könyvével Oriana Fallaci komoly tabukat tört meg. Európában e könyv évtizedek óta nem tapasztalt felzúdulást váltott ki. Vitákat, veszekedéseket, szócsatákat, szenvedélyes dicséreteket és vad támadásokat. Oriana Fallaci az iszlám terrorizmus által előtérbe tolt kérdéseket feszegeti. Az iszlám világ és a nyugati világ közötti ellentétet, sőt véleménye szerint összeférhetetlenséget, a dzsihád realitását és az erre adandó válasz hiányát, a nyugat nem törődömségét. A könyv hosszúságúvá nőtt nyílt levélről az Új Magyar Kiadás szerkesztőjével, dr. Pelle Jánossal beszélgettem. Ez egy rendkívül indulatos röpirat, amely amikor először megjelent, akkor is igen nagy feltűnést keltett, de most az azóta eltelt események fényében sok tekintetben igencsak aktuálissá vált. Mit lehet tudni a szerzőről? Ugye Oriana Fallaci neve valószínűleg sokaknak ismerős. Oriana Fallaci egy rendkívül tehetséges sztárriporter volt, hát ugye már meghalt 2010-ben rákban. És ő nem csak, mint egy roppant tehetséges újságíró működött, de regényekkel is foglalkozott, többek között Inshallah címmel írt Beirutról, a 80-as évek Beirutjáról egy regényt, ami nagyon érdekes, és tanúsítja, hogy mennyire ismeri az iszlám világot. De nem ez a regény az egyetlen, amelyik ezt bizonyítja, hanem olyan interjúkat készített például Khomeini Ayatollah-hal, Yasser Arafat, Ali Buttóval és másokkal, amelyek a maguk műfajában óriási feltűnést keltettek, mert hát ugye ezeket az interjúkat elég nehéz megcsinálni, és mondjuk egy átlagos riporter, aki nem sztár riporter és nincs ekkora nimbusza, nem jutott volna be mondjuk Arafathoz vagy Khomeinihez. Mi volt az, ami annyira feldühítette Oriana Fallacit? Ez az egész indulatos röpirat, ez 2001. szeptember 11-e után íródott, ő ugyanis bár ugye toszkánai és Firenze illetőségű volt, de már hosszabb ideje New Yorkban élt, és ott volt az ikertornyok elleni támadás idején, amelyet ugye Osama Bin Laden kommandója hajtott végre. És ez a támadás, ahogy ezt a Fallaci is pontosan megérezte, egy fordulópontot jelentett a nyugati világ és az iszlám viszonyában. Ott volt, tanúja volt közvetlen közelről az eseményeknek, annak, hogy ezeket a kerozinnal teli utasszállító repülőket belevezetik a merénylők a szikertornyokba, és ezek után ennek a hangulatnak a hatása alatt írt egy rendkívül indulatos röpiratot, amely hát lényegében véve egyrészt a saját álláspontját rögzíti, másrészt pedig foglalkozik az iszlám és a nyugati világ viszonyában. Mindenkit kihoz gyakorlatilag. Ő lényegében véve elvállalta, hogy szakít a politikai korrektséggel. Szakít a politikai korrektséggel, ami azonban semmiképpen sem jelentette azt, amit erről Tamás Gáspár Miklós az Élet és Irodalomban 2003-ban írt róla, hogy tudnélik, hogy egy fasiszta könyvet írt volna, mert ő neki már a TGM-nek 2003. szeptember 26-án ezzel a címmel jelent meg egy virálat, hogy Oriana Fallaci fasiszta könyve. Amire egyébként aztán reagáltak, és ebből lett egy vita is. És hát akkor talán beszéljünk erről a dologról, hogy miről van szó, és mi az a politikai korrektség, amivel ő szakít, illetve hát mi ennek a mondani valója ennek a könyvnek, ami hát ugye most nekünk különösen aktuálissá vált. Ez lényegében véve az iszlámnak a bírálata. Az iszlámnak a bírálata, amellyel kapcsolatosan a nyugati világ folyamatosan defenzívában van. Azért, mert magára nézve a nyugati értelmiség a politikai korrektség jegyében egyszerűen nem hajlandó az iszlámról bizonyos alapdolgokat tudomásul venni, mert magára nézve kötelezőnek érzi azokat a normákat, amelyeket viszont az iszlám egyáltalán nem érez magára nézve kötelezőnek. Tolerancia jegyében mecsetek százai, ezrei épülnek Európában, amikről egyébként ír is az Oriana Fallaci elég nagy indulattal. Ugyanakkor azonban például Szaúd-Arábiában, ami az iszlámnak a vallási központja, nemhogy nem engedélyezik még egy keresztény kápolnának sem a felépítését, zsinagógáról már nem is beszélve, hanem egyszerűen bizonyos szent városokba keresztényben sem léphet, nem, már nem muzulmán. És ez egy teljes mértékig, ha úgy tetszik, egy aszimetria. Ugye Rómában, amelyik a keresztény vallás központja, vagy Firenzében, ami Oriana Fallaci szívének annyira kedves, mert ő oda valósi, és az apja egyébként részt vett az olasz ellenállási mozgalomban,
ellenálló, sőt, ő maga is ellenálló volt 1944-ben, ezt azért ne felejtsük el, hogy ő egy nagyon következetes antifasiszta, és erre többször is hivatkozik. Tehát őt lefasisztázni mondjuk a Tamás Gáspár Miklós vagy mások részéről, enyhén szólva, de abszurd. Na mindegy. Visszatérve erre, tudnék, itt is van mondjuk a tolerancia terén is egy totális aránytalanság, és ezt az intoleranciát, ami az iszlám részéről megnyilvánul, ezek az európai értelmiségek, akik a toleranciára esküsznek, teljesen természetesnek tartják. Vagy itt van másik probléma, amit mindannyian ismerünk, az iszlámnak a nőkhöz való viszonya. Nem teszi-e vajon egy kicsit egyoldalúvá ezt az álláspontot az, hogy semmiféle pozitívumot nem enged meg az iszlámnak, tehát például még az arab számokat is elvitatja tőlük? Nézze, ez egy kérdés. Ő azt írja, hogy gyakorlatilag a nullának az alkalmazása, ami alapvetően fontos volt, ez Indiából származik, és az arabok csak átvették. Ezek ténykérdések, én ebben nem mennék konkrétan bele, mint ahogy ő is elismeri, és mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy milyen csodálatos az 1001 éjszaka, és az arab művészetnek és a kultúrának vannak fantasztikus remekei. De van egy szempont, hogy mindaz, ami az iszlám kultúrában zseniális, ezek mind-mind nagyon koraiak. Tehát gyakorlatilag az iszlám egy olyan kultúra, amelyik a 9. században óriási nagyot alkotott közvetlenül azután, hogy megszületett maga az iszlám. Igen ám, és itt jön az egésznek az abszurditás az iszlámmal kapcsolatban, de ezt a reneszánszot egy évszázadokig, fél évezredig tartó középkor követte. Tehát nincs egy linearitás az iszlám kultúrában. Itt azonban arról van szó, hogy Európa és a nyugati világ a 20. század tapasztalatai alapján fél a saját reakcióitól, fél bizonyos igazságukat kimondani, és az Oriana Fallaci rászánja magát, és kimondja ezeket. Kimondja azért, mert ő egy sztár riporter, kimondja azért, mert a saját múltja és az apját megkínozták a tálói köztársaság idején a fasiszták. Ő maga is részt vett 14 évesen az ellenállásban, szóval úgy érzi, hogy őt nem kötik ezek a dolgok. Egyébként nem csak antifasiszta volt, hanem nagyon konzekvensen antikommunista is a Fallaci. És ez nyilvánul ebben meg. De kiszáll például a fogyasztói társadalom ellen is, olyan dolgok hát ellen is. A nyugatnak a negatívumai, ő is természetesen bírálja. Azt mondja, hogy nem hajlandó a nyugat a saját kultúrájára büszke lenni, és ezen az alapon a saját identitását szembeállítani azokkal a törekvésekkel, amelyek éppenséggel a nyugatnak a meghódítására és iszlamizálására törekszenek. És mondom, ez az egész kérdés most itt a migráns válság miatt vált aktuálisra, és ettől fogyott el utolsó példányig ez a 2003-as kiadás, és ezért vált aktuálisra ez az új kiadása. Egyébként megoldást kínál mindezekre a problémákra? Dehogy kínál, hát hogy kínálna? Milyen megoldást lehet erre kínálni? Egy biztos, hogy még egyszer visszatérve arra, hogy itt a 20. században olyan szörnyű dolgok történtek Európában, az európaiak részéről, hogy ettől ennek a fényében és emúlt, és most hát itt elsősorban a nácizmusról beszélek, ennek az újraéledésétől való félelemből tűri el, azt kell, hogy mondjam, hogy Európa és ez a toleráns Európai Unió ezt az egész iszlám nyomulást, mert hát itt erről van szó. Itt konkrétan arról van szó, hogy óvakodnak, ugyebár mindenféle általánosításról az iszlámmal kapcsolatban, azt mondják, hogy hát jó, vannak egyes megtévedt emberek, mondjuk az iszlám állam hóhérai, mindenkire azt lehet mondani, hogy megtévedt ember, de maga az iszlám az egy tökéletesen jó dolog. Ugye ez az alaphelyzet. Tehát óvakodnak az általánosítástól, attól félve, hogy ez egy kollektív megbélyegzéshez vezet. A kollektív megbélyegzés pedig, és erre pedig hát ugye nem kell magyaráznom például a zsidók kapcsán, milyen példák voltak a holokauszt előtt és alatt, ez a kollektív megbélyegzés aztán diszkriminációhoz vezet, ami aztán kollektív szankciókhoz, kollektív megtorláshoz, soához vezet. Na már most ettől fél Európa az iszlámmal kapcsolatban, és én is több helyen olvastam ezt a dolgot, hogy az arabok magukat új zsidóknak tekintik, miközben gyűlölik a zsidókat, és Mohamed meg kifejezetten helyesli, hogy lemészárolták már a Koránban, amikor erről ír, azokat az arábiai zsidó törzseket, akik ott voltak. És akkor hadd mondjak még ezzel kapcsolatban valamit, mert hát ugye megint csak visszatérek Tamás Gáspár Miklósra, aki egyenesen használja a kulturális rasszizmus kifejezést. A kultúráknak a rangsorolása, az, hogy van adott esetben, és ezt a Fallaci többször is nyilatkozik erre, hogy hát az a kultúra, amelyik olyan óriási zenét hozott létre, amelyet ugye nem is hajlandók a fanatikus iszlamisták megtűrni. Hát ugye a zene miatt, nem tudom, látta nemrégben, lefejeztek egy 15 éves fiút, mert hogy popzenét hallgatott Rakkában. Tehát a zenéhez való viszony. Na már most ezt így nyugodtan mondhatjuk számos dologban, mert hát ugye valójában irodalomban sem produkáltak az iszlám országokban, illetve az iszlám társadalmak figyelemre méltó, tehát azért voltak egyes szerzők, de ebben most nem menjünk bele, hogy ezek alapján meg lehet-e kockáztatni azt,
azt, hogy mondjuk az egyik többet produkált, vagy értékesebb, mint a másik. Na most ez egy nagyon kockázatos dolog, mert visszavisz ugyanoda, hogy lehet-e általánosítani, nem sül ebből végül is ki egy kollektív megbélyegzés. Na most ez a multikulti álláspont, amiről egyébként az Angela Merkel közölte, hogy megbukott, de mégis ez egy elvárás bizonyos értelemben véve az értelmiség szempontjából. Most az Orjana Fallacs ez egy tabu döngető nő, és hát ilyen értelemben véve egyrésztről mondom az ő saját múltját leírja, utal az ő interjúira, mondom a Komeinivel, akihez nem akarták beengedni, mert lakkozott volt a körme, és a tolmácsával össze akarták ideiglenesen házasítani, mert egy férfi tolmácsa volt, és nem tartózkodhat zárt térben egy nő, aki akkor már 60 éves volt egy férfivel, még 10 percre sem. És mondom, leír ilyen dolgokat, amelyek abszolút hitelesek, és az ő saját praxisából vette, és a saját tapasztalataiból. És hát valóban arról van szó, hogy megkockáztat olyan kijelentéseket, olyan értékítéleteket, leírja azt, hogy Olaszországban, Firenzében, az ő szülővárosában már akkor hogyan viselkedtek ezek az emberek, már úgy értem, hogy az iszlám bevándorlók, és mindebből ugye óhatatlanul is a jelenlegi migráns helyzetre lehet következtetni, és hát ettől vált aktuálisan a könyv. Még egyszer mondom, ez egy indulatos vitairat. Egy indulatos vitairat, amiből semmiképpen sem lehet megalapozott véleményeket levonni, de ahogy ugye tudja, hogy volt ugye Németországban, Franciaországban is egy-egy ilyen könyv, ami hát ugye felkeltette az érdeklődést, és rávilágított ezekre a problémákra. Mindenképpen egy vitát generál. Tényleg azt kell mondjam, hogy rendkívül gazdag tapasztalatai vannak a nőnek. Az értékítéleteivel természetesen lehet vitatkozni. Én ezt egy pillanatra nem állítom. Tehát például felteszi azt a kérdést, hogy akkor melyek a másik kultúrának a vívmányai, a szakállas bigottak, a csador és a burka kultúrájának vívmányai, ugye? Na most erre mindenki gondolja meg, hogy mit mond, különös tekintettel arra, hogy ne az 1001 éjszakára, meg a régmúltbeli dolgokra hivatkozzunk. Nagyon-nagyon éles kérdéseket tesz fel, de nem az az ő feladata, hogy ezekre válaszoljon. És hát nem is tudjuk igazándiból a 100%-os választ ezekbe az ügyekbe, annál is inkább, mert hát mindenki abban reménykedik, hogy azért akár ez a jelenlegi krízis is egy pozitív fejlődést indít, és egy változást az iszlámon belül, mert ez a helyzet, hogy a legfiatalabb vallásról van szó, ugye a 7. században született, tehát lehet, hogy még óriási változások lesznek benne, és mindenki ezt reméli. Mert maguk az emberek, azok között nagyszerű, kiváló, rendes emberek vannak, én is Párizsban a legjobb haverjaim arabok voltak. A harag és a büszkeség. Orjana Fallacsi kirohanását a Művelt Nép kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, ez volt a Könyvklub extra kiadása. Kolléganőm Fón Gabi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Gerendai Bars Ágnest hallották.